A magyar női kézilabda válogatott 13 év után jutott ki ismét az olimpiai játékokra. A csapat már Tokióban van, készülnek a lányok az ötkarikás játékok rajtjára. Stábunk még Siófokon a felkészülés vége felé meglátogatta a győrieket, és megkérdezte őket a felkészülésről és a tokiói esélyekről. Ugye ez most már a harmadik hete, hogy készülünk. Úgy gondolom, hogy most már a csapat eléggé jó formában van. Most ezért ez a hét, ez ugye elég keményre sikeredett, ugye most már a harmadik mérkőzést fogjuk játszani, úgyhogy most már el tudom mondani, hogy ezért kicsit fáradt a csapat. Az olimpiai nagyon különleges dolog, ennekben szerintem te tudsz bőven mesélni, hiszen többen is részt tudtál venni. Most egy kicsit más szerepkörben nyilván, hiszen a pálya széléről kell vezetned a többieket, de az egész válogatott, hiszen már régen voltunk kint, talán Tomori Zsuzsi volt, aki még ezt átélte. Mennyiben kell a játékosoknak egy kicsit erről beszélni, hogy ez egy más dolog lesz, vagy ők ezt nagyon jól érzik? Hát ezt nagyon jól érzik, azért lehet látni a lányokon nap, mint nap, hogy nagyon izgatottak, nagyon várják már. Az edzés munkában is látszik, sokkal jobban edzenek, sokkal jobban akarnak, úgyhogy tényleg nagyon várják már. Én úgy gondolom, hogy azért kell velük erről beszélni, hisz amit én is tapasztaltam a két olimpiámon, hogy az egyiken az teljesen ilyen álomvilággal kezdtem, és tényleg csak ott a körülményekkel voltam elfoglalva, és azt, hogy hihetetlen, hogy ott van az ember, úgyhogy majd azért biztos, hogy fogok nekik ebben segíteni, hogy hogyan kell ezt azért feldolgozni. Kell nekik, hogy átéljék azt, hogy igen, itt vagyunk, olimpián vagyunk, és onnantól kezdve pár nap után meg már tényleg fókuszálni kell a mérkőzésekre és a munkára. Győriként, az Audi Eto játékosaként voltál már több olimpián, most ugye edzőként leszel ott, és ugye még négyen rajtad kívül lesznek edzőstáb, illetve játékosok. Milyen érzés Győrt is képviselni, illetve hát a hazádat az olimpián? Hát felemelő érzés, azért egy sportolónak akár egy válogatott mérkőzés egy hihetetlen felemelő érzés, és nemhogy az, hogy valaki az olimpián tudja felvenni a címeres mászt, az, hogy győriként én mindig nagyon büszke voltam, hogy akár olimpián is válogatottban győriként tudtam szerepelni, úgyhogy most is nagyon büszke vagyok, hogy ez a harmadik olimpiám lesz, akár ugye nem játékosként, de mint edzőként, és örömmel viselem a címeres mászt. Milyen lenne Görbica Anita elégedett? Azt tudjuk, hogy a csapat nyilván minél jobb szereplésben bízik, viszont Görbica Anita, mint a válogatott edzője, mivel lennél elégedett? Én azzal lennék elégedett, hogy tényleg úgy jöjjünk haza, hogy mindent megtettünk, és ennyi volt bennünk, és ennyire volt elég. Én nagyon bízom a csapatban, nagyon bízom a játékosokban, a stábban, nagyon-nagyon jó munkát végeztünk ebben a 3,5 hétben, úgyhogy tényleg én a lányoktól is azt kértem, hogy minden percben, minden pillanatot élvezzenek, ez legyen az első, de hogy küzdjenek és harcoljanak, hogy tényleg azt lássák rajtunk, hogy mi mindent megteszünk, és úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mi mindent megtettünk, és meglátjuk majd, hogy mire lesz elég. De természetesen vannak célok, amiket el szeretnénk érni.